Köszöntök minden egybegyűltet újra itt a Life is Strange-nél. Folytassuk is. Hát, mit ne mondjak, előző részben nagyon-nagyon, hát annyira nem nagyon hülyeségeket mondtam, hogy milyen izákos ez a Chloe, meg nagyon sok hülyeséget, de kiderült, hogy az a biztonsági őr ugye a stepdadje Chloe-nak, vagyis a mosta apja, aki itt lakik, meg egy másik, már nem tudom a nevét, és itt lakik egy nő, bizonyára. Na, azt nem tudom, hogy annyi a Chloe-nak. Na mindegy, nem ez a lényeg. Hanem rájöttem, hogy végül is mit kell csinálni. Ugye, addig eljutottunk, hogy bekapcsolt a mosógépet, és ugye leesett az a dosszié. Vagy dosszié az? Na, az biztos, hogy dosszié, de az biztos, hogy nem Frey. Na, igen, leesett. De ezt nem így kellett volna, hanem szépen visszatekerjük az időt. Ja igen, és még egy szobát kihagytam az előző részbe, a Chloe-nak a szülei szobáját, mondhatnám idézőjelbe. Ott is voltak egy-két dolgok, de szerintem annyira nem volt lényeg, akkor le se engedtek volna minket a földszintre. Na ezt kellett volna szépen behúzni, amit már sikerült is, de annyi esze nem volt, hogy most kapcsoljam be azt a mosógépet, és akkor ráesik a dosszié arra a funélemezre, és akkor szépen kihúzzuk. Ennyi lett volna, és ezen elakadtam. Hát nem menjek el kalandjátékon, játszok. Én azt mondom. És akkor sikerült. Na. I got the tools. És akkor gyerünk vissza fel az emeletre. Na milyen VHS-ek vannak itt. Az oroszlán király 2-3 nincs itt. Na mindegy. Nézzünk fel, és akkor lehátra be tudunk menni Chloe Parents szüleibe. Szobájába. Na nem hiszem, szerintem egyből átvezető videó lesz. Nem lett egyből átvezető videó. Valahol itt kellett volna valahol bemenni. Ezt ki is felejtettem, itt, igen. Na mindegy, nézzük akkor most meg. Na úgy látszik, ilyen reszkesett a betörős óra ott van, ami a filmben is megállt. Nézzük meg ezt az aranyláncot, ami nem arany. Chloe made this for Joyce on Mother's Day years ago. Igen, Joyce az ő édesanyja. Aki együtt van a stepfatherrel és a mosta apjával, az a nyomorék biztonsági őrrel, aki bekamerázta az egész lakást, nem csak a iskolában egy biztonsági őr, meg valamiért azt két barátnőnket terrorizálja. Ezt nem tudom miért. Lehet Michael, lehet Jackóvá változik. Poor Chloe. Ezt nem tudtam elolvasni, elnézést, és utólag ugye így nézegetve a dolgok, az sokkal több minden ledereng az emberről, hogy nem dumál. Nézzük meg akkor azt a fotót is. Mondom, ne azt nézd meg, na mindegy, akkor ne nézzük meg, én azt mondom, semmit. Nézzük meg az ágyat, Mi volt az a magazin? Hát biztos nem Donald Kacsa magazin. Joyce has a little shrine to William. Na. Her new husband may not be. Szerintem ez a William, ez volt Chloe édesapja. Hogy mi történt vele? Lehet, hogy kiderült, csak én voltam olyan balfék, hogy nem olvastam el, vagy nem akkor jöttem rá. Nem akarok hülyeséget mondani, ezért nem mondok semmit. Nézzük meg a Donald Kacsa magazint. Na, jó, akkor szerintem térjünk vissza Chloe-hoz. Oké. Okay. Na. Pam, pam. Ja, nem itt van. Hol van? Uram, atyám, már itt is eltévedtem. Na, itt van. Wrong way. Igen. Akkor melyek elfele. No. Ez jó kis tábla volt. Na, mi van-e? Nem, szombat van! I wanna wake me up this morning. Tools. You found the tools. Sweet. You can sit at my desk and fix your camera. Oké. Okay. Ja, jó. Elnézést, hogy még járkálni akartam. Elnézést, én kérek elnézést. Ó, nagyon jó. Manikűrös is ilyennel dolgozhatna, de tudom, hogy nem manikűrözött. Na, hát nem tudom milyen mondat volt, de még én sem értettem. So? I can't fuck you. Nem tudom megjavítani. Are these your new photos? Yeah. I just took them today. Let me see. Tetoválás. Booyah, you skank. Karma's a bitch. Helyes. Nice framing, too.
Wait. I've seen this before. No way. Ott csak egy lepke volt a WC-be, volt szeretett a bűzt. You took this photo, you brat? In the bathroom today. You set off the alarm. That's why Nathan raged after you. Hoppá, most jöttél rá. You hella saved my life. Köszönöm szépen. Vagy ez szívesen. Now tell me the truth, Max. Megmentettem az életed. Elmondom az igazat, én ott voltam a WC-be akkor. I was there, hiding in the corner. Damn, you are a ninja. Köszönöm ninja szépen. Would have cut Nathan's head off. Jobban szeretem a Max-et, mert a Gator Norvid, de ninja is lehetek. Oh yeah, I almost wet myself when I saw ninja. So, did you recognize me? I wasn't sure. I know I look a lot different. I was scared too. I couldn't see. Kit kéne felismerni? I don't blame you, Max. Like you said, it's been that kind of day. So you must have overheard our conversation. Csak egy kicsikét. Just a bit. There is no way you didn't hear every single vowel. Okay, I only heard something about money, drugs, but that's it. Szóval valami drogüzletbe keveredtél, ha? Did you tell anybody? Nem mondtam el senkinek. Nem mondtam el senkinek, igazgatóan sem mondtam semmit. I didn't know what to do. I don't blame you. That's some intense shit. Maybe I should go to the principal. The principal? Are you still 12? Na, igazgatós, nem menjünk. That drunk jackass only cares about cash for Blackwell Academy. Don't trust him. Nem is bízok benne. Seriously, I didn't blab to anybody. Promise. Thank God. Jó. I'll tell you more someday. And I seriously owe you, Max. Értem. Ez a Chloe még ilyen karácsonyi hangulatban van, hogy ilyen izzók vannak ott a falán, de jó van. Last Christmas, I gave it, giving you her. I know it was your birthday last month. Hát igen, múlt héten, vagy azért, múlt hónapban volt a születésnapom, elfelejkeztél róla. Ezt sosem felejtem el. This was my real father's camera. Az igazi apám kamerája van. You remembered my birthday, but I can't take this. Nem vehetem el. Most dönteni kell, hogy elveszem el, vagy nem veszem el? Vagy csak alapból elveszem. And I'll snag this picture as a symbol of our reunion. Cool? Yes, of course it's cool. Alapból elveszem. Thank you. This camera is so sweet. Hogy egy kamera hogy lett édes? I feel like stage diving. Akkor egy keserű kamerát szeretnék. You're crazy. Yep. Na, jobb az, értem, a modern talkingot, de jó. Or take my picture with your camera. És mi nem is ittunk. Tin, Black Eyed Peas. Na, most táncolunk kéne, vagy lekapcsolom, én lekapcsolom. Én nem szórakozom, nem szórakázok. Ja, le kell fotóznunk, oké. Nagyon jó kép, jó bagós kép. Jó szám. Azért már, mint a zene. Nem akarok táncolni, nem akarom, mert nem szeretem a szombatesti lássa nagyon. Az nagyon jó, még a szalagatóra se lenne elég, én azt mondom. Kapcsoljuk le, jön biztos, az a buzi biztonsági jön. Jó van, már azt hallgat, amit akarna, ne dumáljál már bele. Na, az. Ó, el kell bújnunk. Ó, ágyalá, jó, mondjuk az a legizébb, mindenki az ágyalá akar menni. Hova bújjon, bazd meg! Nem a ágy alá bújjon, mert szerintem ott tudja észrevenne. Bazd meg, hova a rágó? Csak a ágy alá tudok? Ide! Ide bújjok. Ki se lehet nyitni? Bazd meg! Oda biztos nem bújjunk. Észre fognak venni, akkor ide bújjunk. Hova akarsz bújni? Bazd meg! Ezt nem lehet visszatekelni időt? És meg bazd meg. Visszatekeljük. Jó? Ugyanúgy oda fog esni minden, úgyhogy ide nem tudunk bújni. Megint én vagyok nyomorék, hogy nem tudok elbújni. Kiugrok az ablakon, ennyi. Ki lehet? Na. Bazd meg, akkor hova menni? Mindjárt ki is azt a retkes ajtót. Ebbe olyan... Tudtam, hogy ez lesz. El se lehet bújni direkt. Nekem nem durálja. Közmunkás. Most ez a biztonsága. Jó, barátom. Na most ezért szartunk be ennyire. Ezért nem kellett volna annyira.
Én nem loptam el a fegyőre, ez a szócihar. Nem. I didn't take your stupid gun. You do know I believe in gun control? Wait. Is that grass? Fegyverke. Elmegyek a ammunitionbe. You were tripping balls. I'm sick of your disrespect. Tell me the truth. That's an order. Oof. It's not my pot. It's from Max. Max. Is this true? Akkor azt mondom, hogy elviszem a felelősséget, hogy hogy mondják. My pot. So you're bringing drugs into my home. Vagyis drogom, nem. Fülesztik mondjuk úgy. Spotless Blackwell record. Na, de jó lesz. Jó, csak megvételek, meg kétszer vételek már még. Missy, you sure do like to pop up and start trouble. Like this afternoon. Jó, van, nem a iskolában vagyunk, úgy. You don't have anything smart to say now. Hagyjál engem békén. Get the hell away from her, man. Stop harassing my friends. Na végén még ilyen ütés lesz, Mónika show lesz. You don't have any friends. Like you know. You're not even a real cop. You're a fucking security guard. Igen. I was a soldier, Chloe. Ó, katona voltam. And Max, most beszarja. If I see you here again, you'll learn all about it. Azt mondja, mindig itt vagyok. Ú, nagyon kemény, ha még a cűbe glátlok. Azt mondja, mindig itt vagyok. Azt sem mondod, hogy bűde, babá. We totally smacked his podcast down, Max. He's no match for you and me now. That was an epic win. Az volt nagyon... Anyway, let's sneak out the window. There is one cool place we can hang in this pickle. Mindig szerettem volna emelti ablakból kidopózni. Man, that did not ezt tett well. Még majd egyszer. If I want to keep my egy nap, ami el sem jön talán soha, majd én is kérlek tőled egy szívességet. De addig, ez a szívességtétel, az ajándék a lányom esküvéjéből. Beszélgessünk még kicsit? Nem akar beszélgetni. It's gyerünk. Cool. I do it every night. Ó, Istenem. De milyen ret... De azért gondolom, itt a mostanapja nem iszik, úgyhogy ez is iszik. Nem mindegy. Ez nem lényeg. Gyere te is. Beszakadna már tető? Jó, az nem egy Assassin's Creed. A világító torony, gyerekek. Hú. Hú hú hú. Még most se tetszik a fenyőfa. Mint a játék elején. Ez egy kicsit, ez nagyon ez jó tetszik, ilyen kicsit Ibizán érzem magam, mert főleg úgy, hogy valahol Portlanden környékén vagyunk, vagy hol. Jaj. Megijesztettél, Bambi. Miért egyedül járkálunk? Na, nem egyedül járkálunk. Come on, Slowpoke! Slowpoke? Ez valami, a Walking Deadbe is mondta valaki. Bonnie mondta Walking Deadbe. Na mindegy, nem itt tartozik. So why do I feel like I was just here? Hát, te tudod, bátyám. This is the exact same path I was on during my nightmare. Ez volt a rémálom. Ma. Jó, menjünk. Most nincs vihar, úgyhogy biztos nem fog ránk délni a világító torony. Itt is szemetelnek. Mocskos világ ez amúgy, szemetelnek össze-vissza. És Barentől kaptunk egy üzenetet. Ez igen, jó van. Kiír a két hétre a doktor, az biztos. Kek. Birds are so lucky, they can always escape. Ó, madarak olyan szerencsésen mindig el tudnak menekülni. Hát, nem mindig, bátyám. Na mindegy. Nem lehet itt még körbenézni? Biztos körbenézni. Mi ez a graffiti? Hát ezt nem CG csinálta. Bigfoot. Mindig a Yeti. Vagy nem azt írta? Na mindegy. Itt be lehet menni? Na csak meg lehet nézni. Be van zárva. Emlékszem, amikor versenyeztem és bla 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 bla. Graffiti. Mióta lehetett itt? Luke, nézzük, itt biztos valaki nyásolt, itt a szalonnát, paprikás kumplit. Jó, azt nem. Azt is lehetett. Oké. Okay. Szép, szép, szép ez a naplement. Ez kifejezetten csinálok is egy fotót, de így, hogy a nap velem, ez nagyon szép volt, köszönöm. Ja, mit köszönök? Na, beszélgessünk a Chloe. Hát jobban örülnék, hogyha valami srác lenni, itt azt ilyen romantikus naplemente lenne, de hát beszélgessünk. Mármint Max szeméből nézve. My pleasure. My pleasure. Feels nice out here after all nem, that. Nem, amúgy nem sok választáson, két választáson, nem mint például Walking Dead esetében így is, de mindegy. I'm sorry you had to experience it firsthand. You have to live with him. Has he always been this way? Ever since my desperate mom dragged his ass to our home, I never trusted David. David, szóval Davidnek hívják.
nagyon megijesztette Kate-et. He freaked out on poor Kate Marsh today. I know her. She's cool. Ő rendben van. That prick would bully her. He has some kind of weird agenda. Eléggé furcsa szerzett ez a David. Rambo still thinks he's gathering enemy intelligence. Nem tudom, hol érzi magát, de ez nem cool, man. Fájlok? Files? I know that look. You peeked. So, dish the dirt. Snuff videos? Creepy photos of Kate Marsh. Ez valami, ez pervers állat. Azt mondom, szét kéne verni, baseball-tővel. Ide hívom össze egy gét a szereplőt. He's a total surveillance fetish. Where are there spy cams in the house? I knew you didn't know. Chloe, your house is under surveillance. What are you talking about? There are cameras all over the house. I saw it on a monitor in the garage. Igen, be van kamerázva. Való világ. I'll keep this a secret for now. Azt azt nézi, hogy uram atyám, ezt jól elmondtam. I'm so miserable. Everybody in this town knows everybody's secrets. Hát ez a kisváros. Még a tiéd, ez is. Even yours? Not anymore. So what do you have on Nathan? He's an elite asshole who sells bad shit at Blacksmith. Nathan. And he dosed me with some drug in his room. A drogos, aki lelőtte volna. He was in some shithole bar that didn't card me. He was too rich for the place and too wasted and he kept flashing bills. Oh. Just tell me what happened, Chloe. Now. I was an idiot. I thought he was so blazed it would be an easy score. You needed money that bad? Actually, yes. I owe big time. And I thought I'd have enough for me and Rachel if she showed up. How much do you owe? $3,000 plus interest. And before I could get a chunk of that from Nathan, he dosed my drink with some shit. God, Chloe. I can't believe this. I mean, I do. Then what? I know I passed out on the floor. Román bele kis sokkolta az ott albánoknak is. Majdnem az életébe került. Go on. Everything was a blur. I tried to kick him in the balls and broke a lamp. Nathan freaked, so I managed to bum-rush the door and get the hell out. Max, it was insane. I am so furious, I can't even speak. What did you do then? I figured I would make him pay me to keep quiet. So we met in the bathroom. And he brought a gun. That was Nathan's last mistake. Szerintem én nála van a fegyver. Na, ő nagyon veszélyes. He's still dangerous, Chloe. Not just to you. Na, GTA... Good thing you didn't tell anyone. Nathan Prescott better watch his back now. GTA óta nem akarom a rendőrséget felhívni. Ez is nagyon szép kép. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like destiny. Az egy jó játék. Vagy nem tudom, de játék. Ó, ez nagyon édes. Hova olyan sietősen? Ez nagyon olyan befejező képsorok. Ugye nem vég, nem lesz vég a első résznek, még szeretnék játszani vele. I hope we can find Rachel. I miss her, Max. Megtaláljuk Rachelt. Megtaláljuk Tuti, érzem. This shit has taken away everyone I've ever loved. I'd like to drop a bomb on Arcadia Bay and turn it to fucking glass. What's wrong? Uram, atyám, megint ilyen fájfájás. És itt vagyunk a világító toronynál? Jézus Mária. Why is this happening to me? Te, ő beszél most, hogy ki a jó is. Ő, nem akarok meg. Ez már megint egy nagy hülyeséget beszéltem, és megint teleportált a szarvas. Végén még belecsap a villám. Nem, most nem a hát világító toronyon fele vagyunk szerintem, de most szerintem a szarvas kellene üldöznünk. Nem tudok futni. Anyádat, de még... És meghaltam, gyerekek. Ja, hát nem. Visszatekerem az időt. Jó, akkor szerintem én arra megyek. A végén még megint rám esne az a szikla. És most nem gurul le a szikla. Very interesting, bazd meg, bazd. Az meg! Ott gyorsan, nem lehet futni, gyerekek! Most merre most? Azt tudom, hogy tuti... Jó, visszaállítsuk szépen. Egy kicsit shift. Jó, és most gyorsan átmegyünk alatta. Vagy nem.
te. Na. És akkor szerintem innen indult a játék, mert itt kell felmenni a lépcsőkön. Nem, ez a szarvas nem volt, te emléksz, tisztán emlékeztem volna rá. Anyádat. Mondom, ne omladozzál már itt össze-vissza, na. Akkor omladozzál. Legalább így tovább tudom jutni. Igen, már megint itt van ez a különös légörmény, ami ilyen tornádószerűség. Ez a szarvas nagyon idegesít. Oh my lord! The tornado is back! Ja, mondtam, hogy egy tornádó. Is this for real? Már megint itt vagyunk, nem tudom visszatekelni. Jó. És megint jön, és akkor most visszatekelem. És akkor megint jön. Szerintem be kéne jutnunk, nem? Vagy elfutni. Vagy várjuk meg, hogy ránk komolyan egész. De nem haltunk meg. Még. Ez nem erre dől, ez nem erre dől. Jújjúj. Na. Ha ez rémálom lenne, akkor azt énekelem, hogy I wanna wake me up. Ne. Newspaper. Oda nem tudom, hogy jutnánk el. Nem lehet ugrani. Nem tudok ugrani. Bizonyára oda kéne mennünk, és ilyen nagy törmelékek között nem tudok oda jutni. És ennyire tudtam visszatekelni az időt. És amúgy ott volt törmelék. Na mindegy, akkor ezzel már nem fogunk segíteni. De még ott el tudnánk menni. Simán. Jó, nem. Na ott az a fa. Most ki van dől, most kell el. De fussál már ilyenkor, mikor dőlen az a retke szar. Gyorsan elolvasom azt a newspapert. Na, gyorsan. Mit írnak Rubin Trékáról? Péntek. Na. Elfújt a szél. Áj, lá. Elfújt a szél. Jó, nem ilyen énekel, nem most kéne énekelni. Egyenesen a város felé, mert a tornádó gyerekek. Négy nap. Chloe, Jézus Mária. Négy nap bunk van, és négy nap múlva itt lesz ez a tornádó. Max, what's going on? Jézus Mária. I didn't black out. I had another vision. The town is going to get wiped out by a tornado. Oregon gets about 5 tornadoes every 20 years. Gondolja Chloe. No, I saw it. I could actually feel the electricity. És akkor gondolom, valamit tennünk kell ez a tornádó ellen. Take a breath, okay? Chloe, I'm not crazy. But there's something else I have to tell you. Something el kell mondanom, hogy talk to me, Max. I had the same vision earlier in class. When I came out of it, I discovered I could reverse time. Like I said, not crazy. But high, right? Listen to me. How do you think I saved you in the bathroom? By reversing time? Yeah, sure. I saw you get shot, Chloe. Saw látom, you actually Chloe. Die. Meghalt. I was able to go back and hit the fire alarm. Visszamentem, okay, és I see you're a geek now with a great riasztat. Imagination, but this isn't anime or nem video game. Nem nagyon hisz nekünk. Don't have those powers, Max. I don't know what I have, but I have it. And I'm scared shitless. You need to get high. It's been a hell insane fucking day. Nem nagyon hisz nekünk. Most meg esik a hó, gyerekek. Ősszel esik a hó, már nem azt mondta, hogy ősszel. It's like 80 degrees. How? Climate change. Hát igen, igen. A storm is coming. Jön a vihar is, meg amúgy is ezek a start from the beginning. A jégtáblák is olvadoznak ott éjszakon. Jó, azt már csak én mondtam. És azt hiszem, van egy olyan erős sanda gyanúm, hogy vége az első résznek. Nem. Na, te hiányztál meg még így a rész végére. Nagyon jó. Ez nagyon érdekes volt. Ő lenne... Ki a jó isten ez? Warren? Mivel játszol? Hát a Gator-től tudsz, nem még múlva, azt még nem adták ki PC-re. Mindenki csodálkozik, gondolom, hogy esik a hó. Én is csodálkoznák. Hello. Mindjárt szedül jut a nevem. Két. Hello. Morzsi 2. Te ki vagy? Vízipipás. Na, te hiányoztál még, Victoria? Dobd el még, hogy tébla az összeset. Jó lesz gyújtósnak. Na, igazgató úr, ez igen. Esti bepáinkázás. Jó, hogy is viszkivel Amerikában vagyunk.
Ez kell ide, ez hiányzott. Tanár úr? Esik a hó. De úgy látom, leszarja. Nem, nem szartod. Na, így a jó, ilyen. Közben még a nap is süt. Te kis Nathan. Mondom, hogy oroszlán királyt fogunk nézni. Rachel. Kelly. Mi? Na ezt kéne most visszatekelni, gyerekek, hogy el tudjam még egyszer nézni. Na mindegy. Igen, hát ennyi lett volna az első rész, úgy látom, szerény véleményem szerint. Fogalmam sincs, hogy mikor lesz második rész. Hogy mikor adják ki. De szerintem ez a kezdésnek nagyon jó volt. Azt mondom erősen, hogy nagyon-nagyon-nagyon tetszik ez a játék. Nem kell egy Walking Dead-del szerintem összecsoportosítani, egyáltalán nem is ugyanaz, tehát nem lesz mindig meghalás, mert mindenki megdöglik. Na, nem ezt akartam mondani, hogy ki lehet nyomni, nagyon jó, szeretem minden játékban ki lehet nyomni ezeket. Úgyhogy a takarító, aki dolgozott a játékfejlesztőjén, sose tudjuk meg a nevét. Igen, és itt is vannak ilyen, hogy miket választottunk, szóval mi a igazgatónál elrejtettük a igazságot, kinevettük Viktóriát, hogy nevetség tárgyává tettük, segítettünk Kate-nek, és a felelősséget elvettük Chloe alól. Na, hát jó, hát ezen, de még vannak még. Jó, hát majd biztos elolvasom mindent, nem? Mit nem? Mit felejtettem ki? Hát itt is a... Ezeket mondjuk elég érdekes lenne, you save the bird. Mikor kellett megmenti a madarat? A kertbe? Észre se vettem. Jó, ezért lesz érdemes még egyszer végig játszani ezt a játékot már a videón kívül. Nem segítette Alisának. És segíteni akartam Alisának, mert láttam, hogy megdobták. De nem tudtam. Nem segít... Mi van? Hát voltak itten még akadályok. Mi ezek friend stats? Worst stats? Na mindegy, hát ez refresh. Igen. Ja, igen, jó, értem. Na, ez nem lényeg volt. Na. Következő részben? Anyádat! Akkor szeretettel várom. Na, hát ez nem volt, nem valami hosszúságú volt. És akkor játszunk vele, játszunk. Lesznek még itt a jó dolgok, lesznek még itt nevetések és a régi nyár. Ja, elég volt. Oké, akkor ennyi lettem volna Life is Strange, remélem tetszett az első rész. Nem rossz, not bad, not dead. Uram, hogy most is villámlik, most nagyon nem tudom. Úgyhogy tényleg most búcsúzok. Várat titeket a Life is Strange második részével. Reméljük minél hamarabb, de most tényleg búcsúzok. Sziasztok!